Asztrosuli, harmadik rész. Amiről ma szeretnék beszélni, azok a tulajdonságok és azoknak az alacsony vagy magas töltete. Ez miért fontos? Azért, mert hogy alapvetően ugye a kínai asztrológia energiákkal foglalkozik, és ezen belül akár tulajdonságokkal, és nem lehet azt mondani, hogy egy tulajdonság jó vagy rossz, hanem igazándiból van egy tulajdonság, amit aztán így vagy úgy használsz, ha fejlett vagy, és ügyes vagy, akkor magas szinten használod, ha pedig nem, akkor alacsony szinten. Mit jelent akkor a magas szint és az alacsony szint, és hogyan lehet ezeket elérni? Hogyan lehet elérni a magas szintet? Nagyon egyszerű. Alapvetően ugye mindenki, tehát kezdjük ott, hogy akkor vagy alacsony szinten, hogyha az úgynevezett Maslow piramis nem valósul meg. A Maslow piramis az arról szól, hogyha az alapvető igényeid nincsenek kielégítve, akkor onnantól kezdve magasabb szinten már sokkal nehezebben tudsz lépkedni. Tehát, hogyha éhes vagy, ha fázol, ha pisilned kell, ha fáradt vagy, ha bármi ilyesmi van, akkor onnantól kezdve nehezebb mondjuk koncentrálni, nehezebb dolgozni, nehezebb megvalósítani magad. Ez ugyanígy működik itt is. Tehát, hogyha az ember éhes, fáradt, nyűgös, minden baja van, akkor biztos, hogy nem fogja olyan könnyen előhúzni a magas szintű énjét, és azzal foglalkozni, mert egész egyszerűen nincs rá energiája, nem tudja megcsinálni. Tehát akkor valószínűleg alacsony szinten fog működni. De ez időszakos, tehát hogy ez nem állandósul. Ettől függetlenül, amikor tudatosan működik, akkor igenis tud magas szinten működni. Meg természetesen, hogyha megvannak a tehát az alapvető igényei ki vannak elégítve, akkor onnantól kezdve tud már magas szinten működni. Ez az egyik. Ezen felül viszont mondjuk, amit mindig példának szoktam hozni, viszont nem fogom tudni kimondani a nevét az adott embernek, mert a TikTok nem fogja kiengedni a videót, úgyhogy megpróbálom körülírni. De hogy ugyanazzal az energiával rendelkező emberek lehetnek teljesen különbözőek, attól függően, hogy alacsony vagy magas szinten élik meg az energiáikat. Erre a két legjobb példa, Mandela és egy H betűs ember, akinek a neve erre végződik, és aki Európában élt, és osztrák volt, és nagyon-nagyon csúnya dolgokat csinált itt világszerte. Remélem, hogy tudjátok, kiről van szó. Mind a két ember yang tűzenergiával rendelkezik. Ez azért fontos, mert hogy mind a két ember ugyanazt az energiát kapta születésekor, és mégis teljesen másképp élt vele. Az egyik embereket pusztított, a másik pedig embereket mentett meg. És ugyanazt az energiát, ugyanazokat a tulajdonságokat kapták. És itt jön be az, hogy magas vagy alacsony szinten működsz, nagyon-nagyon sokban függ attól, hogy hova születsz, milyen a környezeted, milyenek a szüleid, ők milyen karmát hoznak magukkal, amit utána átadnak neked, tehát milyen iskolába jársz, tényleg egyszerűen az, hogy milyen körülmények közt nevelkedsz, mert hogy az is befolyásolni fogja, hogy például a yang tűzre jellemző nagyon sok dologból ez a két ember mit húzott ki. És ez nagyon, ez itt már nem a Maslow piramis, az csak a mindennapi szinten működik, hogy egyes ember egy-egy szintjén, viszont ez már az a szint, amikor a nevelés, a környezet és egész egyszerűen az, hogy honnan jössz, az mennyire meghatározza azt, hogy milyen tulajdonságot veszel ki ebből a kalapból. Tehát csak gondoljatok bele, hogyha valaki mondjuk New Yorkban születik, egy nem is tudom, egy ilyen gazdag családba, vagy pedig valaki születik Brazíliának a nyomornegyedébe, biztos, hogy nem ugyanazokat a tulajdonságokat fogja hasznosítani, és biztosan nem ugyanúgy. Mert egész egyszerűen másra van szükség a két környezetben. És nem azt mondom ezzel, hogy a New York-i gazdag gyerek lesz a fantasztikus, és aki csak a jó dolgokat húzza elő, hanem sokkal inkább azt, hogy teljesen más dolgokkal fog foglalkozni, teljesen más dolgok lesznek számára fontosak, így más tulajdonságokat emel ki önmagából, és más tulajdonságokat hasznosít. Úgyhogy ezért nem mindegy, ezért lehet akár az, hogy két ugyanolyan képlet, akár takarhat két teljesen különböző embert, attól függően, hogy hol nevelkedtek, attól függően, hogy milyen környezetük volt, attól függően, hogy melyiket. Ugye mindig mondom ezt, hogy alacsony és magas szinten, ennyi. Ez egész egyszerűen ennyit jelent. De ugyanígy a mindennapi életben az alacsony és a magas szint az egész egyszerűen
Nagyon-nagyon függ attól, hogy egyrészt mennyire vagy tudatos, másrészt, hogy a Maslow piramist mennyire tudtad kipipálni, tehát tényleg, ha fáradt vagy, ha nyűgös vagy, ha ideges vagy, akkor biztos, hogy sokkal nehezebb magas szinten művelni bármit. Ilyen egyszerű. Jó? De nagyon fontos, hogy mindenki tulajdonságokat kap, aztán így vagy úgy használja. Attól függően, hogy éppen hogyan tudja. Alacsony vagy magas szinten.